Na nézzük a Goei tengerpartot reggel. Jól néz ki. Ez itt ugye az Indiai óceán. Na, hullánzik rendesen. Tegnap este itt jó nagy buli volt. Napközben meg a strandolása itt a szerep. Ilyen közelebbről a tenger, vagy óceán, ahogy tetszik. Vannak halászhajók. Szépen hullámzik. Vagyok én is. Tegnap este, mintha egy kicsit melegebb lett volna a víz. Vagy a levegő volt hűvösebb. Na, most vagy felveszem az első fürdésemet, vagy azt, hogy ellopják a telefonom. Mindjárt elmos a víz. Hogy került ide? Előbb itt pont elkapta egy hullám, és azt dobta ide ki. Na, el fog érni a víz, vagy nem fog elérni a víz? Nézzük el a hullám. Hát ez nem jön föl eddig. Lehet, hogy elér. Ha, egy ékesre. Hova lettél? Ez visszament az óceánba. És megint itt van. Egészen egy 5 métert visszasodródott, aztán megint itt van. Hát, így mennek itt a dolgok. Ha már vagy ötször fürödtem. Elég jó itt a hullámverésbe lebegni. Thank you.
Hát. Van itt Bob Marley. Beach is. Ilyen hullámok kellenének, mikor benn vagyok is. De ez nem mindig jön. Nem baj, azért letelepszek ide a Bob Marley Beach-el, aztán megnézzük, hogy hát ha kitart, amíg bemegyek. Onnan jó messziről elsétáltam Kalangútéről ide a Sinkerin Beach-re. Hát ez olyan 8-9 kilométer, így a tengerparton, végig ilyen homokos part volt. Végül is kényelmes tempóban, jó sokszor fürödt be. Jó kis túra. Végül is végig hasonló a part. Itt egy kicsit több a pálmafa, mint Kalangútén. Úgyhogy jó a hangulata a helynek. Van valami erőd, azt még megnézem, aztán valószínűleg visszataxizok, vagy tuktukozok. Visszafele nincs kedvem most még egy 7-8 kilométert sétálni. Na, itt vajon mit akarhatott mondani a költő? Hát azért legtöbben szelfizgetnek itt. Jaj. Papkusban azért nem az igazi. Látszik a egész napi tevékenységem. Ide érkeztem. Itt már látható, hogy itt sziklás parton. Nézd már mennyi halacska. Itt úszkálnak. Szóval idáig sétáltam el. Hát onnan a jó francból egy olyan 7-8 kilométerről. Ahogy megy a halászat, meg a turista hordozás nagy üzembe. Szóval itt látható, hogy itt már sziklás part van. Ja, ha ki volt írva egy no selfie zone, akkor azért csak nyomok egy selfit. Ne, ott az árnyékom. A halak milyen jó pofák. Biztos ezek kerülnek majd a tányérba. Rengeteg van. Nézzük, mi van itt. Meg kellett küzdjek, hogy ide jussak, mert itt volt egy, vagy még mindig ott áll egy ilyen security-s ruhában lévő faszi, hogy nem szabad ide bejönni, hogy not allowed. Mondom neki, miért. Nem tudta elmagyarázni, aztán kiderült, hogy valami, szerinte valami suicide site, hogy öngyilkosok helye ez itt, ezért nem lehet ide bejönni, de hát faszom. Mondtam neki, hogy nem vagy rendőröcsém, miért ne jöhetnék be. Aztán megegyeztünk abba, hogy 5 perc és lelépek innen. De hát basszus. Na hát itt a sziklás a tengerpart. Úgy látom, túloldalról meg be lehet menni, szóval lófasz a seggőkbe. Valami emlékmű, akkor lehet, hogy tényleg szoktak itt öngyilkosok lenni. Hát arra meg nem tudom, mennyire látszik, valami hajók vannak. Visszafele meg, amit az előbb is láttam, a mai napi program. De micsoda hülyeség, hogy ide nem lehet bejönni. És pláne micsoda hülyeség, hogy nem lehet itt tovább menni, mert a túloldalt aztán folytatódna itt egy kis pagány erőd sor. Oké, akkor ez is megvolt. Szóval itt van a mögöttem lévő kis félszigetnél, ez egy ilyen sziklás partú félsziget. Na, megint buszon. Ne dohányozz, ne köpködj!
ilyen a Goai busz. Egy 6 kilométeres útról van szó. Először egy ilyen motoros szólított le, hogy elvinne egy olyan 150-ért, mondom, kösz nem. Aztán megállt egy taxi, hogy elvinne 400-ért. Hát mondom, inkább nem. Aztán felszálltam a buszra, 10 pénz. Az 40 forint. Úgyhogy annyit megér a dolog, hogy egy kicsit kényelmetlen. Egyébként 5 percen belül jött. Motoros mondta, hogy a buszra jó sokat kell várni, menjek vele. Hát 5 percre telt bele és ott volt. Mindenhol a kiírásokból, meg az összes étterem étlapjából, meg mindenhonnan látszik, hogy iszonyatosan ellepték a helyet az oroszok. Tehát mindenhol orosz feliratok vannak, orosz étlapok, sőt egy-két indiai még oroszul is megtanult, úgyhogy egyébként a parton is hallottam ilyen szláv beszédet, úgyhogy valós, hogy sok az orosz.